Lenge öltözetben tartottak sajtótájékoztatót a Párbeszéd politikusai a Deák téri aluljáróban még 2017-ben. Az ellen tiltakoztak, hogy az akkor még Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat nem szereltetett klímaberendezést a 3-as metró 69 milliárd forintért felújított kocsijaiba. A nyári melegben a Tarlós szaunának a szolgáltatásait vehetjük igénybe a 3-as metróban. A felújított szerelvényekkel emellett számos műszaki probléma volt, és a szerződésben vállalt határidőkből is rendszeresen kicsúszott a felújítást végző orosz metróvagonmász. Emiatt a BKV kötbért követelt a cégtől. A kezdeti időkben 0 forintot fogadott el az orosz fél, majd kaptunk egy 100 milliós ajánlatot, most már az ajánlat megközelíti a milliárd forintot. Ezeket a javaslatokat nem fogadták el. Végül 2019. februárjában 6,8 milliárd forintra perelték az orosz céget. A késedelmi kamatok miatt idén már 8,3 milliárd forintot követelnek. Ebből szerelnék fel klímaberendezéssel a kocsikat, de hiába várnak a pénzre, még tárgyalás sem volt az ügyben. A nemzetközi jog szerint a jogsegélykérelmet a Magyar Igazságügyi Minisztérium továbbítja. A Népszava írta meg, hogy bár a teljes lefordított iratanyagot elküldték az orosz igazságügyi minisztériumnak, eddig nem ismert okból az iratokat nem vették át. A főpolgármester helyettes szerint a kormány érdekérvényesítése csak akkor működik, ha Magyarországnak kell fizetnie az oroszoknak. Most egy olyan helyzet lenne, hogy egy orosz cégnek kellene kötbért fizetnie késedelmes teljesítés és hibás teljesítés miatt Magyarországnak, Budapestnek, ilyenkor valahogy nem működik jól a diplomácia. Az igazságügyi minisztérium megkeresésünkre azt írta, mivel a jogsegélykérelmet minden ország a maga belső jogának megfelelően kezeli, továbbá semmilyen nemzetközi egyezmény nem állapít meg erre vonatkozóan határidőt, a folyamat több hónapig, akár évekig is eltarthat. Kerestük az orosz metrovagonmászt is, de nem kaptunk választ.